Hát mi folyik ki csöngyösön, bassz meg? Elugrok egy picit edzeni. Erre meg tudjál nekem a képet, bassz meg, hogy tűz, és vérzik a pofája, bassz meg. De te hihetetlen. Várjatok, meg. Hihetetlen, bassz meg. Ki? Nem tudom, mi van. Megyek haza. Mi a kezdi? Ilyen nincs, bazzek, nem tudom, mindjárt visszanézzük, nincs másik eszköz nála, nem tudom, mi a fasz van. Streamelnek ezekben. Ez mi a fasz? Ja, várj, ott arra kell mennem a izéhez, gyorsan, hogy eléri. Hihetetlen! Na mindegy, átváltok a jobb kamerára, csak ott tudtok nézni, várj, hogy... Hát mi folyik így? Küldj oda a képet, bassz meg! Ott hagyom őket egy órára, és ott ült bened bele a kamerába, nem tudom, azon a képen is. Bassz meg, nézik a pofája, mi a faszom? Mi történik itt? Édes Istenem! Nem vágom, nem értem, mi tört, mindegy, majd visszanézzük. Hihetetlen. Hihetetlen, geci. Nem vágom, bazd meg, a történetet. Mi az Isten? Beszélgessenek. Arról volt szó, hogy beszélgetnek szépen. Én meg jövök, ők meg csöndben beszélgetnek. Mi a faszom történik? Nem értem. Hát eljöttem direkt, hogy tudjanak beszélgetni, és akkor csinálják meg, bazd meg. Hihetetlen. Nem vágom. Nem tudom, mi történik. Hihetetlen, kibaszom mind a kettőt, ha visszanézem azt a testfódon, legalább visszanézni. Nem vágom, mi történt. Miért vérzik a pofája? De nem vágom, miért vérzik a pofája? Hallod? Mi ez? Ez nem Photoshop az, ott ül és vérzik a pofája. Mi a faszom? Ott ül a kamera előtt, nézd bele, tök bombál, és közben bazdmeg szivárog a nem tudom, vagy a Mr. Gerizson mondja a hányadékszerű gej, nem tudom, tehát a piros, de vér, tehát mi a fasz? Mi történik? És gyöngyösen. Nem vágom. Édes faszom. Eljöttem egy picit, és akkor ez van. Geci, nem tudom mi van, mindjárt megnézzük. Nincs nálam másik eszköz, de valahogy akkor mit tudom, hogy lesznek-e öt más. Vagy várjátok, behozom YouTube-on, hogy mi történt, hogy... Ha leviszem minuszba, akkor extrik az adást, nem tudom, mi történt. De mit történt? A faszom volt. Hihetetlen. Elárulom nektek, hogy 1 óra 10 perccel ezelőtt, 21:50-kor elküldtem minden létező elérhetőségükre, a Jutkának, meg a Mercinek is, Facebookon, Messengeren, különféle telefonokra, hogy van 10 percetek, utána kus legyen, mert 22 órától csendrendelet. Utána elmentem, bazd meg, még egy órára edzeni, és 1 óra múlva menjek vissza az öltöző szekrényhez, és küldi Adam olyan képet, hogy vérzik a pofája. Mi történik itt? Jézusom! De mi a faszom történik itt? Hihetetlen, hát nem tudom, várjátok, elindítom a streamet. Hallom, meg nézem, nem nyit a ajtót. Nem nyit a ajtót. Finish. Mi történik? Nem, de senki nem próbálta megnyitni. Nincs. Sorry. Tourist? Hungry? Okay. Today? Finished.
Mi történik itt? Édes Istenem, hát itt tíz, egy Jézusom, mi nem tudom. Legyenek ott, mert vigyenek, vigyék el őket a gecivel. Mire én hazaérek, addig legalább ott esnek távol. Hihetetlen, vigyék el. Semmi gond, vigyék el. Hozzám vissza nem jönnek. Vigyék el. Küldött egy fényképet, miről? Lesz a... Kell őket a kecébe. Mit? Nem tudom. Nem baj, vigyél kell őket. Sorry. Ez... Nem megy. Nem, nem, nem. Köszönöm. Tudom, mit? Sétálunk. Most ez a sétálós. Nem, nem akar erre hazamenni. Kurva hideg. Hallgatom, tudom, látom. Mi a fasz? Jézus Istenem, jó, ez hülye ötlet volt, akkor elhúznak. Most húznak el a gecibe. Jurit? Beszéres? Jó, beszéres? This is nurse. Hallgatom én is közben a szíve. This is... Nem megyek haza. Bazd meg, vigyék el őket a gecibe. Nem, nem érdekel. Hibát követtem el, vigyék el. Hihetetlen. Ez most történik? Nem megyek haza erre, nem. Nem, sétálunk egy kényelmesen. Majd reggel haza, nem tudom. Faszom az egészbe. Ne hívjon. Hírsál föl, vagy ide hívjál. Baszod. Hihetetlen. Hihetetlen, bazd meg. De mit csinálnak? Mi történik? Édes Istenem. Jó, jó, ennyi. Húzzanak a gecibe. Ilyet soha többet nem csinálok. Hát bazd meg. De úgy el voltak, beszélgettek. Okay, akkor itt van a rendőrhölgy és a fiú. Vagy mi a vigyék? Úr, na jó. És akkor fordítsam. Na, szegíts. Köszönöm. Mi történik otthon? Nem megyek haza erre. Nem megyek erre haza. Nem. Sétálunk. Na, megmutatjuk közül a lincet. Nektek sétálunk, fölfedezzük a... Nem tudom. Nem, jobb, nem, én már ott voltam a buszmegállóban, ami hamar hazavitt volna, jött volna a busz, de nem, inkább sétálunk, jó? Úgyhogy nem tudom, hogyan érzitek magatok, oké, jó. Ilyen nincs. De mi... Ezek... Mindegy. Ennyi. A láj volt. A rendőrök kint vannak, akkor azért menjünk, jó? Várjatok, akkor leggyorsabb módon... Akkor... Akkor megyünk mégis, jó? Haza. Megyünk haza a legrövidebb úton. Mégis, jó? Édes faszom. Ez mi? Ez mi? De ez mi? Bazd meg! Nem. Jó. Hozzá nem jöhetnek vissza. Ennyi, megmondom a rendőrnek, hogy mostantól már nem ismerem őket, kész. Tényleg, ilyen nincs. Jó, megyünk haza fele. Nem tudom, azt tudjak, streamelem mi lesz ott van. Édes faszom. Tudom, látunk, mindent látok. Mindent tudok, jó van. Igen, itt vagyok, és valahogy jutok mindjárt. Egyes Istenem. De ilyen nincs, hát de ennyit kötöttem a lelkükre, hogy hogy faszom, hogy csönd, hogy nem. És hogy még a 21-50-kor elküldöm.
bazd meg a Merci mindkét számára, a Messengeren, a Jutkának Messengeren, hogy 10 percnek van utána, legyen szép csönd, és akkor minden fasza, és akkor erre meg ez történik egy órával később. Miközben tényleg minden elérhető, minden létező elérhetőségre elküldöm, hogy 10 perc után a csönd, de SMS-ben, Messengeren. Na jó. Nem tudom, mi van. Hívjon valaki engem föl. Vagy ne hívjon. Vigyék el őket. Nem tudom, mi lesz. Édes Istenem. De bozd meg, hát megbeszéltük, meg tudják, meg nem értem. Hát de tényleg a faszom tele volt, el akartam jönni, hogy kicsit fölfrissülni, mert dögöljenek már. Ott legyenek el csendben. És akkor erre meg ez. És nem. Na jó. Ez van. Ezt kell szeretni. Ez mindjárt jön. Ki legyenek? Nem tudom, mi lesz. Nem tudom. Én streamelni fogom, ennyi. Ennyit tudok nektek mondani, hogy akármi van otthon, streamelni fogom. Megmutatom. Van egy busz, ami oda visz. Csak még már elindultam, hogy nem, hamar vagyok otthon, na mindegy, nem látjátok, de mindegy, azt mutatja, hogy 5 perc múlva jön a busz, ami közvetlenül haza visz. 5 perc múlva közvetlenül haza. Hihetetlen. Nincs is hívás. Na. Jó, semmi. Állatok. De mind a kettő. Komolyan. Erre ennyit tudok mondani. Nem tudom, mi lesz. Megmutatjuk. 4 perc, és jön a busz. És 10 perc az út. Hihetetlen. Egyedül hagyom őket, bazd meg, eljövök kondizni, és ez nem jönnek vissza. Nem is akarom megnézni, majd megnézem otthon, mi történik. Ha meg hatósági zár van, akkor elmegyek hotelbe, azt is szarom le. Hihetetlen ez az egész. De mi a faszom? Beszélgessenek a nézőkkel, geci. Nem hiszem el. Ez van. 3 perc múlva jön a busz. Aztán meglátjuk, mi lesz. Addig megmutatom, hogy milyen helyen vagyok lesz. Itt vagyok, basz. Hihetetlen. Szándékosan minél később, hogy legyen idő, meg hogy ne kelljen nekem azzal foglalkozni. Legyenek nyugodtak, érted, hogy már, hát most kurva nyugodtak, hihetetlen, hogy legyen nyugalom, béke, mire hazaérek, ne, és akkor erre meg ez. Szándékosan elhúzok, hogy torzsalkodjak nélkül, amit meg ki állatok, igen. Nem tudom, mi van. Mindjárt kiderül. Nem tudom, engem nem hív senki, tehát nincsenek a telefonom hívások. Ott van hang, és nem próbál engem hívni senki. Ez van. Nem lesznek, mert a mai este után nem jöhetnek be. Lehet, hogy hamarosan én se, és akkor keresek másikat, de ez van, hogy bazd meg. Hogy én írok egy levelet, hogy nem gondoltam volna. Pont. De tényleg nem gondoltam volna. Tehát ez egy kurva meglepetés, hogy nem lehet őket egyedül hagyni egy órára. Eljövök mikor jöttem el? 9-kor jöttem el. De bazd meg, hát még 2 óra.
Hihetetlen, 2 perc még a busz. Istenem, na itt vagyunk, körül nézünk közben. Na itt egy irodaház, ott meg mennek az autók. Ez van, én itt várom, ez van. Ne írogassatok, ne szarom. Nem értek, nem tudom mi van. Nem kell nekem írogatni, nem tudom mi van. Majd ha otthon meglátom, hihetetlen. De kikapcsolták a live-ot, azért mondom, hogy lesz. Na mindegy, lesz, ami lesz. Hát. De ilyen nincs, hát tudják, hogy nem vagyok ott, akkor miért? Hogy mi? Hagyjatok már Viktorra, nem tudom ki az a Viktor. Mindjárt 1 perc és jön a busz. És közvetlenül hazavisz. Hihetetlen, bazd meg. Nem vágom, mi történik. Majd mindjárt kiderül. Megy a live. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Az igazából hol az azt mondta, hogy az segít. Ennyi. Mert ott él. Megy a live. Nem tudom, mi történik. Köszönjük szépen, segítséget. Mindegy, itt a busz, én azt kutatom. Nem vitték el őket? Honnan megy a lány? Nem vitték el őket. Faszom, mert elugrottam kondizni. Én is kurva, annyit, hogy basznak szájból. Ott a busz, itt jön. Hihetetlenek ezek. Mindegy. Most költöznek el. Ennyi. Ezek után költöznek el. Besokaltam, mondjam, basszák meg. Hihetetlen, nem tudom, mi történik, hogy hol vannak, hogy mi történik, de... Megyek haza. Tessék itt a izé. 10 perc múlva otthon leszek, aztán meglátjuk, mi van. Mi történt? Ki hívta föl őket? Vagy valaki segített fordítani? Ezek után. Nem tudom, mi történik. Vagy mindjárt. Nem tudom, hogy mi történt. Nem tudom, mi volt. Azért jó, hogy van a threshold. Majd vissza lehet nézni. Nem? Aha. Ezek után. Nem, az sem volt. Ezek után. Nem láttam semmit. Bazd meg. Úsztam. Úszni voltam. Egy órán keresztül tényleg próbáltam egy kicsit, hogy ne csak a pocakról, mert rájöttem, hogy a felülről is megy le az izom, nem csak a pocakról a háj, párhuzamosan is, úgyhogy ahhoz, hogy ne legyek olyan, mint egy auschwitzi menekült, ahhoz mozogni kell, ezért eljöttem úszni. Tudom, hogy megy a live. Hallom, én is hallom, be van rakva a kép, a hang. Egyszerűbb lett volna, hogy elviszik őket a rendőrök, nem tudom, mi történik. Hihetetlen.
Ennyi, erről ennyit. Nem, nem. Mennek, most mennek, reggel mennek. Reggel elmennek. Hát az, hogy november 3. Aha, ez november 3. Ezt a november 3. Vagy mindjárt, nem tudom mi van. Otthon megpróbálok kideríteni, hogy mi van. Nem tudom, eljöttem, az meg itt csak kibaszottul messze, nem tudom mi történik. De bazd meg, hát reggel meg normál, nem most, na. Nem tudom, mindjárt jövök és át kell gondolni. Legyen attól lakatos. Adásban legyek az a bazd meg, az biztos. Ezek után csak is. Hihetetlen, bazd meg. Nem tudom, nem értem, hogy mi történik, mi történt. Mindjárt otthon vagyok. Adásban megyünk haza. Nem tudom mi van. 5 perc és otthon leszünk, geci. Hihetetlen, bazdmeg. Itt vagyok még a buszon. Hihetetlen volt. Ugye megígérik, megtartják, hogy el tudok jönni. Én nincs, hogy baszdmeg, nem tudok eljönni úszni. Meló után. Hihetetlen. Csinálják a műsort, de baszdmeg, de ne ijedj, hogy a rendőr. Milyen, mi történik? Mi nem? Amikor én ott vagyok, akkor azért passz meg, mindegy, mindjárt kiderül. Nem tudom, mit műveltek, fogalmam sincs. Semmi, nem tudok semmit. Egy képet láttam, hogy vérzik a pofája. Azt tudom. Nem tudom, nem tudom. Ne hírogass! Valaki küldött egy videót, nem érek a videót most. Nézzük meg, mi van ott van. Nem tudom, mi van ott van, majd mindjárt kiderül. Keressünk egy botot, amivel szétvedem mind a kettőt a gecibe. Itt a parkban biztos vannak jó húságok, mindjárt megnézzük. Hazamegyek, azt elkezdtem, az meg, amíg van épcsony. Ez. Nem tudom. Na, elhúzom. Faszom. Hihetetlen. Áj, geci. Na jó. Én még itt jövök a parkba. Na, mivel lehet ütni őket? Mindjárt megyek haza. Nincsenek húságok, akkor nem vittem őket semmivel. Jó, menjünk haza, nézzük meg, mi van. Ah, köszi.
Oké. Akkor nézzük meg, mi van. Nem tudom, mi van. Fogalmam sincs, mi van, de most kiderül. Most megyünk hazafele. Fölrobbanok. Na, itt egy rendőrségi autó, de csak a parkba jön be. A ház előtt nincs rendőrség. Itt piros a lámpa, úgyhogy elengedem a sofőrt. Nem tudom, mi van, gyerekek, ez ezért elég ki. Hopp, 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 hopp. Na. Nem hiszem el, hogy nincs itt egy viper, amivel szét tudom verni mind a kettő pofáját. Ugye utcán így heverve, sehol nem látok semmit, egy fahúság sincs, semmi nincs. Nagyon nem tudom, mindjárt. Jó van. Az agyam szétrobban egyébként. Mindegy. Nézzük meg, mi van. Rendőrök itt nincsenek, mozgolódás nincsen, az biztos. Hogyan tudták megúszni, hogy elvigyék őket a rendőrök? Azt a részét nem értem. Én abban reménykedtem már, hogy elviszik őket a rendőrök a gecébe. Annyi kevesebb gondom van. Aztán nem tudom lesz, ahogy mi van velük. Na nézzük. Most ezt mutatom, hogy mi történik. Nem tudom, mi van. Hihetetlen geci. Jó estét, jó szurkolást! Na, hogyan telt az este? Ja, igen. Hogyan telt az este? Nem, mert én tudom, azért kérdezem, hogyan telt az este? Igen. Jó szurkolást volt. Na, mi történt pontosan? Mi történt itt? Hát... Mi volt itt? Hát... Én éltelek, csak... Én... Olvastátok az SMS-emet, amit előtte írtam? Vagy mi a franc folyik itt egyáltalán? Majdnem elfogyott a viszki. És csodálkod, bazd meg. Jó, ez így, nem tudom. Merci? Nincs magánál, jó. Ez nem tudok mit hozzáfűzni. Megnézem, mi történt, és utána reagálok. Nem, tehát én még... De most nem tudom, mi volt. Tehát ide jövök, és ha nincs a live, nem is értesülök arra, hogy itt volt valami. Micsoda lebaszás. Ember nem tud magáról.
Nem tud magáról, ezt a rom, nem tud magáról, mit basszak le rajta, nem tud magáról. Nem tud magáról. Nem érdekel, aha, aha. Én azért mondtam, hogy holnap reggel megbeszéljük. Persze, persze, majd nyilván meg lesz beszélve. Abban biztos lehetsz. Köszönöm. Nem tud magáról, most mit csináljak vele? Ott fekszik, nem tud magáról. Jutka egyben van, Merci nincs egyben. Igen, ez van. Megérdemlítek, akármi van, hogy azért mindenki tudjon róla. Na, nem tudok ezt hozzáfűzni, nem tudom, mi történt, megnézem. Úgyhogy nem tudok mondani semmit. Most 11:30 van. Aztán majd lehet, hogy még az éjszaka folyamán valamikor, amit visszanéztem, hogy mi történt, kommunikálok. Ez... Nem, ez nem egy elfogadhatatlan, igen. Mondjad. De ez nem egy elfogadható dolog, most tehát ez... Nyilván nem most, hanem ne haragudjatok, akkor innentől ez nem. Nem, most ez az utolsó éjszakátok itt kb. Tehát ez így, ilyen nincs. Hogy nem tudok elugrani, edzeni, és nem tudok hazaérni nyugalomban. Tehát akkor ez van. Mert most visszanézem, azt sem tudom, mi történt. Csak látom, hogy vérzett a pofája. Nem tudom, mitől vérzett a pofája. Mitől vérzett a pofája? Nem a pofája. Vérzett a pofája, láttam. Átküldték nekem a képet, hogy vérzik a pofája. Nem vérzett a pofája? De vérzett a pofája. De ne haragudj már, hogy lehet ilyet mondani, pofája? Ja, pofája. Hogy lehet ilyet mondani? Mert emberként viselkedtetek, ezért miért mondok ilyet, hogy pofája? Mert nagyon emberi volt minden. Nem volt ember. Akkor pofája. Akkor a pofája. Jó. Ennyit tudok, gyerekek, most ez van. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, ha ma itt aludhatunk, reggel föl kell. Hát most mit csináljak vele? Nem tud mozdulni se. Most nyilván nem tudok vele mit csinálni. Ott így, passz meg, akár itt van, és nem mozdul el. De hiába nyomogatom, vagy bármit csinál vele az ember, nem fog elmozdulni. Ja, meg ez, bocsi. Emberséges dolog? Emberséges dolog, igen. Okay. Ezek nem után emberséges dolog. Okay. Ennyi. Jó, akkor ez van. Moszott ki a folyosóra, igen. Igen. Ja, köszönjük szépen. Igen. Ja, még beszél valamit, motyog, de most értelek, de most mit csináljak? Nem tudom, mi történt. Igen. Na. Főzök addig egy kávét, jó? Sziasztok, gyerekek. Na. Megmutatom a kávéfőzőmet, hogy hogyan működik közben. Na. Ide kell berakni a patront. Ide kell berakni a patront. Ide rakok egy poharat, megnyomom, és akkor így készül a kávé. Oké. Meg kell várni, amíg fölmelegszik. Ja. És nyomja. De ezt az éjszakát... Várjál, megmutat. Így, és ott onnan már jön a kávé. Ott jön a kávé. Ott jön a kávé. Azután... Na mindjárt, most a kávé... Figyelj, így szoktam csinálni reggel. De most este csinálok egy kávét. Mi a bajod?
Várjál. Ó, elfjött a víz, nem jön be, de mindegy. Az a lényeg, hogy ezt a kicsit megnyomom, és akkor jött belőle több kávé. Semmi gond nincs, és akkor ide most néha azért fölöntöm, és akkor kicsit azért a zamata megmarad, csak kicsit hígabb lesz. És akkor most, na, és akkor ilyen én az én kávém. Ennyi. Na! Na, most úgy döntött, hogy belőlünk nem jön, nem fog több pénz jönni, mert nem jön benne egy-egy dolgunkba. Ennyi. Ez történt, be, hogy ne. Ez történt, így van. Természetesen. Ennyi. Nem egy szót nem szóltam semmiről, de biztos ez történt. De ez történt. Na, ennyi. De ma? Magad, szedd össze magad, és menjünk kecibe. Ember, ki vagyunk baszva? Igen, ki vagyunk baszva. Holnap reggel. Légy nem holnap reggel, még ma. Még ma. Szedd össze. Peti, na. Nagyon szépen megkérlek. Még ma! Hát most mondod, hogy még ma. Nem. Ne szólt, nem is szólok hozzátok. Az van, hogy az van éppen, hogy... Itt aludt, nem... Nem, én azt mondom, hogy én semmire nem mondok semmit. Én már se, igen, sem mondok, nemet sem mondok semmire. Hát azért, ha, nem tudom. Nem mondok semmit, rám ne nézzél jutva. Csak én csalódtam benned, Csodi. Nem kell, sok nézőm megírta. Mondtam én most egy szót nem szóltam. Nem, csak én csalódtam benned, mert sok néző megírta. Vigyázzok vele, de én bíztam benned. Aha, igen, és én most elárultam bizalmat, biztos így van. Én most nem mondok egy szót, se semmire. A nappal kicsit elbaszad dolgokat. Most mi? Mert erőltettél mindent, jobbra-balra. Ma? Nem azzal van a baj, hogy oké, mert segíteni neked föltörni, hogy keresél pénzt. Nem ezzel van a probléma. Az van a probléma, hogy te is hirtelen akarsz mindent rögtön egyből. Érted? Azon nem. Én most elmentem, nem, se tudom, mi történt itt. Hitelen mindent rögtön akarsz, az nem megy. Merci. Az nem. Nem értem. Nem érted. Na, akkor itt el is olyan. Semmiből. Sót nem értek semmiből. Nem értek semmit, akkor ebből ez ennyire is az. Ennyi. Nem tudom, hogy mi történt, nem értek semmiből. Nem értem, hogy mit mond. Nem az a probléma. Na, hát miért nem veszel már fel egy pólót? Igen, töcskirakos, kurva helyen bejártál. Nagy pólom, baszd meg! Nagy van pólom, nem? Nem, ott van minden. Na. A rendőrnek is nekiállsz. De jön mindig a rendőr. Azt leszarom. Nem, itt van egy olyan probléma, hogy tegnap valamiben megegyeztünk. Így van. Én így sem voltam. Te így voltál. De, már még... Hát azt mondtad, hogy nem én voltam a fasz, hanem te voltál. De ma így sem voltam. Nem, ma igen. De tegnap... Leszarom a tegnapot, ma itt sem voltam, úgyhogy... És tőlegyen... Leszarom, ma itt sem voltam. Jó, ennyi. Tegnapra nem így tettek, hanem ez a fasz. Bárhol. Ugye? Nem mondok semmit. Ennyi, most mit mondjak nektek? Szerinted mit kéne neked mondanom? Azt kell mondanom, hogy nagyon rossz reporter vagy. De én szerinted mit mondjak neked? Mit kéne? Rossz reporter vagy. Arra. Nem, nekem. Arra Európa fogom meg. Jó. Nekem szerinted mit kéne neked mondanom? Én azt mondom, hogy arra fogsz a napot. Fordított hely. Mi? Arra fogom meg. Arra fogsz. Nem mondok semmit, de... Nem, te só! Te arra fogsz, amire napra fogom meg! Ennyi. Vágod? Te egy olyan riporter vagy, aki arra forog, amire napra fogom meg. Érted? Tehát ez az a baj, hogy te arra forogsz, amire napra fogom meg. Miért voltak itt rendőrök ma? Miért voltak itt? Másodjára miért voltak itt rendőrök? Nem, elsőre tudom, de másodjára miért voltak itt? Azt nem tudom. Én nem volt. Ő nem volt itt. Nem voltam. Másodjára kim voltak valami? Mi volt? Mi volt másodjára? Én aludtam, nem tudom. Én elsőnél itt voltam, akkor még tudtam velük beszélni, de másodjára miért jöttek ki? Másodjára miért jöttek ki?
Na mi volt akkor? Mi történt? Szerinted miért voltak itt? Nem tudom. Mert neki ment a... Bocsi... De mi mondta neki a számot, azt a cél? Nem lehet. És? Csöndbeszéd be azt a szádat, attól még lehet csöndbe lenni. Jó, nem. Nem, nem. Ilyen... De neki mentél ennek a... Kinek mentem neki? Ez nem elfogadható. Ez nem elfogadható, hogy nem tudok elmenni anélkül a de nem kondiba. Róla. Ne szarom a kitelt róla. Nem tudok elmenni. De neked ez kellett, nem? Mi? Elmegyek? De neked ez kellett, hogy valami videófelvétel legyen. Tehát neked ez kellett. Ja, értem. Én vagyok a hibás. Ne tagad, mert átküldte minden egyes troll. Viszont ebben igazok volna a trolloknak, hogy neked ez kell. Mi? Te ezt akarod. Neked ez kell. Igen. Még most is fogjuk a válaszát. Hát én meg azt mondom, hogy a trolloknak igazuk van ebben. Okay. Neked ezt kell. Jó, menjetek a vakba. Jó, én most nem, de egy szót nem szólok. Hát mondd el, hogy szerinted nekem most mit kéne hozzátok szólnom. Neked ezt kell. Mit kéne mondanom? Felskét. Mit rontok el? Mit rontok el? Mit rontok el? Mit kéne mondanom ebben a helyzetben? Mi? Szerinted? Felskét. Miért te különböző másodszornak? Mit? Mit rontok el? Most mit mondok, amit nem kéne mondanom? Feküdj le, segítek. Ezek után... Csak feküdj le. Ömlik a számból a vér. Ömlik a szájából a vér. Nem mondok semmit, mert erre mit lehet mondani? Mit? Mit kéne? Mindegy, ne sietek el, hogy mit kéne nekem most erre mondanom. Mindjárt elmondom, hogy mi volt, feküdj már. Mit kéne mondanom? Mi a normális, meg mi a rendes? Kurva életben. Hivel mentod valamit. Nem érdekel. Vérezzel. Vérezzél ott itt el, vagy a utcán vérezzel. Én most ne haragudj, de én nem fogok ezzel foglalkozni. Ezt meg kéne, tetszik. Negyőd. Vérezzel. Tehát oda hátrahajtod. Hát ennyi. Ez az, amit a trollok megírtak, hogy a Sodi egy. De most mit csináljak? Mit szóljak én ez hozzá, ami történik? Lehet a trollok is. Tegnap is összekaptunk. Nem szólok se. Nem volt igazam. Leszarom. Több dologban. Leszarom, mi volt tegnap. Húzzatok el. Akkor most húzzatok el. Akkor most húzunk el. Igazad van. Ennyi. De tegnap nem ezt mondtad, mert igazad van. Igen? Ennyi. Ennyi. Nem szólok egy szót sem. Jó, akkor... Ja, neked a nézettség volt a fő. Jó, hozzátok be. Jó, akkor a mercékhez mostától nem szólunk. Nem szólunk. Ülj már le, gyere semmit. Na, jó, akkor nem kell segítség. Hogy el nem még? Most fejeztem be, hogy ennyi. Nem érdekel. Én egy szót nem szólok. Ennyi. Abból is csak a baj van, hogy hozzászólok bármit, úgyhogy innentől... Ja, igen, tegnap nem ezt mondtad. De úgyhogy ezt mondtam. Ennyit. Nem. Tegnap azt mondtad, hogy szarba vagy, igen, mert te basztad el az egészet. Tegnap, az tegnap volt. Az tegnap volt. Márci. Ja, de... Ma is sem voltam. Ja, igen, ma nem Márci, voltam. Márci, nagyon szépen kérek. Ezt tedd oda a szádhoz. Nem, de én nem tudok. Most ennyi, semmi. Mit? Na, akkor beszélj el a nézőikkel, és akkor beszélj mit? Meg. Na, akkor kedves nézők, akkor lehet átkölni ide. Mit? Mindenki hagyja el a Sodi csatornát. Mit? Akkor mindjárt megbeszélj. Ennyi. Ennyi. Ennyit. Na, hagyjál meg még én már! Milyen faszomba te is! Elfáradtam. Mit? Na. Mit? Akkor mindenki jön ide. Elfáradtam. Ide édesanyámon kívül, meg ha fölhozok valakit, nőt megbaszni, nem fog soha többet senkibe lépni, ennyi. Most lett elegem ebből. De se a más lakásba se. Tehát ez volt az utolsó, hogy ilyet én valakinek megengedek bárkinek.
Mert segíteni akarok. Feküdj le, reggel megbeszéljük, de... Nem tudok mit csinálni. Itt nem tudtok itt maradni. Idefelé jöjjön át mindenki, és akkor meg van beszélve mindenki. Akkor ahogy gondolod, én nem tudok. És ennyi, kész. Tehát itt nincs mit megbeszélni, mindenki jön át ide, be van fejezve. Jó. De most... Nincs mit ezen megbeszélni, Sodi ezen nincs mit megbeszélni. Talán értem valamit, hogy nem, nincs tovább. Mi nem? Mi nem? Nincsen tovább, semmi nincs. És azt mondja, a YouTube mit akart, az az ő dolga. Jó. Köszönjük, hogy az gép lejárt, Ugye már még te is, gecibe! Szia, ütök, gecibe! Hogy már faszomban? Jutka, hagyd békébe! Mondom, hogy hagyjatok békébe, kecibe, mert megütöm a kecibe, mindegyiket a hármajtok. Jó. Nem, erre nem lehet hozzászólni. Nem érdekel, nem érdekel, nem csinál. Nézzük a szám, ember, nézzük a szám! De itt van, és nézzük a szám! Sodis, itt van! Itt van! Ott pérzi! Na ki jön még? Melyik a második? Ki jön még? Ömlik a szádból a vér. Te jössz még? Ömlik a szádból a vér. Ki jön még? Lásd el magad, mosd el! Mondom, hagyd abba! Hagyd abba, ebből elég volt. Mit? Hagyd abba. Ömlik a szájából a vér. És ököllel verte. Na jó. Te is nagy szemét vagy, mert szemét voltál. Mit csináljak? Mert ezt csináld, amit tovább, bazd meg. Oké. Segíteni akartam. Nem kell segíteni! Nem kell segíteni! Elé, elálltam magamat! Jó, hívja a mentőket? Nem kell se hívni senkit. Hívja a mentőket? Ebből csak csinálja Kovács, hogy nézettséget, bazd. Én hívom a mentőket. Akkor kapcsold a csatornát! Én hívom. Most kapcsold a csatornádat! Ja. Kapcsold a csatornádat! Segély hívom. Kapcsold a csatornádat! Mondjuk már! Ne kapcsolj le, látod? Na ennyi! Ne kapcsolj le a csatornáját! Ennyi bazd meg. Merci, hogyha engem mindig elviszed. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Linz, Goethestraße 7, top. Stopp. Ja? Moment. Welche Nummer? Goethestraße 7, top. Top 104. 104. Genau. Ja, und was ist passiert? Leider ist passiert, dass ich habe zwei Gäste, die einander prügeln und Blut. Es gibt Blut und ich kann das nicht, diese Situation nicht handeln. Endre Kis bin ich. Endre Kis bin ich. Endre, E-N-D-R, E-K-I-S-S. Nem, E-N-D-R, Endre. Milyen mocskos vagy? Milyen mocskos vagy? Ich habe gerade in den angerufen und ja, ich bin hier und ich kann das nicht behandeln. Wir prügeln einander und Blut, es gibt Blut. Ich kann das diese Situation nicht handeln. Entschuldigung? Sie sind betrunken? Ich bin nicht.
Sie sind nicht betrunken. Ich bin nicht. Die zwei sind. Die Rettung auch? Der Mond. Entschuldigung? Ob Sie die Rettung benötigen? Ich kann es, ich, Blut gibt, ich kann das nicht beurteilen, denn ich habe keine gesundheitliche berufliche. Ja, aber die beiden, sind Sie schwer verletzt? Nicht, okay. Nicht schwer, nicht schwer. Aber Sie brauchen die Rettung oder nicht? Nicht. Nicht, okay. Hát te mondtad, bazd meg, hogy milyen undorító mocskos pedofil, bazd meg, mert neked ezt írták, bazd meg, hát te mondtad. Hiába mondtam, hogy nem igaz, de te váltig állítottad, bazd meg. Most ennyi, bazd meg. Nem mondtam, hogy nem igaz, de hát... Also, jó, dizit, oberklosszel und ich, oberklosszel und ich, wollte Ihnen helfen, aber diese Situation kann ich nicht helfen, ja? Sie warten auf die Polizei und öffnen die Türe, okay? Okay, danke. Ja? Okay, danke. Bitte. Ezt a szituációt nem tudom kezelni, ami most van, ennyi. Nincs. Sajnálom. Nem lehet kezelni. Hogy? Kérlek, itt egymást veritek. Ezt ne hoz le. Nem érdekel. Nekem kell a bizonyíték, hogy itt, én itt rendben voltam. És nem csináltam. Na. Na. Nem érdekel. Itt én vagyok. Te mi a kapalom? Életemben nem hívtam senki a rendőrt. Te mondtad, hogy az egy ügyesodik pedofil. Senkire, életemben. Én nem mondtam, hogy... De te mondtad, mert hol van. Hazaérek és folytatja. Azt mondtad, hogy fejezd már be egy kicsit, hallgatnám, vagy megfigyelni, vagy megfigyelni. Meg hangbefelni. De te összesz a pofát. Azt mondta, Szodi, feküdjünk el, és engem menjünk el. Nem? Te elkezdesz verekedni. Sajnálom, elkezdtél verekedni. A ököllel ütsz valakit, nem tudok kéne erre mit kezdeni. De. Az, hogy lögdösöd, az arra az még kimagyarázható. Az, hogy ököllel ütsz valakit, és ezek után én lehívjak. A bírósági tárgyaláson, jó? Jó. Nem. És ide nekem...